Na sziasztok, fiúk, lányok, én Zsimi vagyok, srácok, lányok. Hát örülök, hogy végre itt lehetek. Nálam kicsit később indult ez a 2023-as év, mint az átlagnál. Én így február majdnem közepe fele kezdem el, de figyú, jobb később, mint soha. Most viszont olyan lendületek jönnek, hogy iszonyat lesz content ezerre, rengeteg az ötlet, már csak jó idő kell hozzá. Amint láthatjátok, remélem láthatjátok, hogy a kamera az új. Beújítottam, itt a jó öreg, itt a régi öreg Lumixom, az öreg szárcsa. Lecseréltem egy ifjú titánra, ami nem más, mint a DJI Osmo Pocket 2 Creator Combo, ami azért, hát, hogy is mondjam, egész jó képeket, egész jó videókat lehet vele készíteni. Most megpróbálkozok majd vele én is úgy bánni, hogy valami évkézlát tartalmat tudjak kiadni a kezeim közül. Ez az első felvételem, hogy a kamerával nem állítottam még sehol semmit, azt sem tudom, hogy mit várjak tőle, szóval remélhetőleg használható lesz. Sőt, még új képernyőfelvételt is használok, ami fogalmam sincs, hogy milyen lesz, szóval remélhetőleg valami épképzlább videó kerül itt ma ki a kezeim közül. Nos, lényeg a lényeg, gyerekek, hogy rengeteg a terv, rengeteg a content ötlet, lesz majd más is, nem csak poké, mert az úgy egy kicsit már befásult az a helyzet. Én tolom a játékot ezerrel, szóval ne értsetek félre, minden nap tolom, reggel, este, napközben nem szoktam, mert melóba most úgy nincs rá időm. Milyen furán dolgozni kell az embernek, akkor nincs ideje, de szabadidőben tolom, csak egyszerűen a videó készítését meg a vágását nem tudtam összehozni. Hát most majd a videó vágásához lesz egy kis segítségem, vagyis hát egy új géperődítmény, amit együtt fogunk összerakni live-ban, úgy helyek közel, szóval a héten valamelyik nap lesz majd egy gépösszerakós live. Vettem pár ilyen újabb cuccot, proci, alaplap, memória és egy komoly kis videókártya is. Beépítésre fog majd kerülni, meg van egy tök jó ház, az pont itt van velem szembe. Szóval ez lesz, itt valahogy berendezzük majd a sztorit, és akkor jövök live-ban, szóval ha nem akarsz róla lemaradni, akkor nyomd be a kis csengőt, hogy kapjál értesítést, vagy Facebookon kövess, mert ott biztos, hogy meg fogom osztani, hogy melyik nap lesz a live, mikor így már összeáll nagyjából minden. Itt nagyon hoznom kell még ide egy nagy asztalt, a kamerát beépíteni, most más a setup is, szóval most beköltöztem itt a kis szunnyadó szobámban van a gépem, mert van egy külön gépező szobám, de ott most nem vagyok, most átköltöztem ide, itt lesz az összeszerelés is szerintem, de majd még nem tudom pontosan, hogy, de mindenképp értesülni fogtok róla, hogy mikor, szóval gyertek is majd. Hát dumálgatunk, elleszünk, remélhetőleg van ki egy-két kocka köztetek, aki majd okoskodik, hogy így rakd, úgy rakd. Jó, azért már raktam össze pár gépet, nem vagyok teljesen tufa hozzá, de azért, na. Remélhetőleg egy jó kis live lesz, izgulok, hogy milyen lesz, nem csináltam még ilyet, gépet se sűrűn rakok össze, nem, hogy még live-a, de úgy gondoltam, hogy miért ne, legalább eldumálgatunk egy-két órán keresztül, annyi biztos, hogy lesz, azt tuti. Majd meglátjuk. De hát gyerekek, nézzük akkor, mi van itt a képernyőmön. Ja, az első, itt a hátam mögött a monitor. Ja, a monitort is beújítottam, hogy fullosabb legyen a vágás. Amúgy itt a háttérben a régi autómat láthatjátok, hogy egy gyönyörű szép Seat Leon volt. Na, őt is lecseréltem, és az új Verdáról is lesz majd videó, ami nem új, mert öreg, mint a pusztulat, de most beleugrottam egy ilyenbe, hogy egy szép, viszonylag szép, egy gyönyörű autó volt, meg még most is az remélhetőleg az új gazdája vigyáz rá. Szóval ezt egy iszonyú öreg autóra cseréltem el, ami eddig rengeteg örömet okozott, mióta használom, de majd arról kicsit később. Szóval lesz mindenről content, hogyha látnátok, hogy mi van ott előttem, arról is lesz. Na, komoly évnek nézünk eléve, az biztos, tervek vannak. Lényeg, hogy nagy négy óttal Lucky Friend lettem, most, hogy beléptem, legyen szíves, vegye fel velem a kapcsolatot, nagy né, tetszik érteni. Gyerekek, az van, hogy valaki itt vár minket a ballomba. Pont, veszőcske, hát az azt jelenti, hogy az öreg Joes megérkezett, azt meghozta nekünk a Shadow Registry-et. Your item bag is full, oh come on.
Gyerekek, abból mennyi az igaz, hogy nem lehet többé Shadow Mewtwo-t fogni? Ezt kérlek tisztelettel írjátok nekem kommentbe, nem. Azt láttam, hogy Brandon Ten kiírta Twitteren, hogy nem lehet több, hogyha mindegy, az jól vettem ki a szavaiból, hogy nem lehet többé Shadow Mewtwo-t fogni. Ez elég érdekes. Oké. Nem tudom, hogy ebből mi igaz, mi nem, mert olyan forrás nem találtam, ami 100%-os lenne. Jó, nem mint, hogy a Brandon nem lenne 100%-osabb megbízható forrás, de nem igazán találtam olyat, ami úgy tényleg, tudod, a Pokémon Go-tól jött volna. Csapjunk oda neki, remélhetőleg a képernyő felvételen megy, másképp, vagy nem tudom, hogy hova menti, mert ez egy újfajta képernyő felvevő, mert a mobizen az valahogy, mit ütök amúgy? Ja, Perzsát. Asszó. Kicsit itt be van fagyva valami. Ez most jól lekarcolt, mi? Jó, nem baj. A Registeel ellen talán hozni kellett volna valami Fire-type-ot, ez még az előző ellen volt jó, ez az összeállításom amúgy. Nem baj, hogy itt bénásolunk össze-vissza. Mindegy. Az utolsó egy Registeel lesz, oda kellett volna egy Fire-type a Mewtwo helyett. Ügyes vagyok, hát azért jó neki álltunk, nem az öreg Jovesnak. Kicsit alábecsültük. Na, kis cica. Az a durva, hogy el kell nyomnom még egy... Pedig néztem már róla, Instán kirobta Anettnek a videóját. Azt már megnéztem amúgy. Nem ártott volna bevinni azt a... Jó, ezt buktam. Bocs. Ezt elcsesztem. Jó van te itt. Jó van, hát béna volt. Figyeljetek, milyen beállást választ. Ezt most találtam. Megcsináltam a level 50-es küldetésemnek az utolját, és abba volt ez a beállás, mondom, berakom, de nem igazán tetszik, mert olyan púkoskodó. No, fókuszáljunk oda kicsit, ne csak a hülyeség legyen. Na nézzük, mit dobjunk be a perzsacicához. Még felvettem egy videót, amikor otthon voltam, de nem volt időm megvágni. Gyerekek, az is nagyon jó volt, azt majd újra forgatom, kis power-up tuninggal, de arra annyira büszke vagyok meg, hogy ilyen szerencsés lettem, hogy összejött az a három poké. Egy burn-in az majd nem ártana, itt nekünk szerintem ez helyett egy burn-in, talán. Az nem volna hülyeség. Aztán még a Perzsának meg adunk egy Screamet. Igaz, jó van, nincsen nekem valami fighting típusú gyilkológépem összerakva. Nincsen. Miért nincs? Mindegy, el leszünk ezzel. Szerintem ezzel már hozhatunk. Remélhetőleg. Aztán a hetedik napi boxom is itt van. Nem tudom, most valami érdekességet láttam Ligdoknál, hogy valami menő dolog lesz benne. És meg nem mondom nektek, hogy mi. Elnyomjuk Jovesnak a shieldjeit, hadd használja el. Aztán. Még egy ilyen két shieldjét lebörnöltük, aztán nyomatunk egy shadowbolt, szerintem az azért szakítja a perzsa cicát. Remélhetőleg. Olyan érdekes ez a kis kamera, olyan, van egy pici kijelzője itt. Hoppá, közben egy atakja. Azon most úgy látom, hogy sokkal jobb a minőség, mint előbb itt sötétbe, félhomályba nyomattam egyet. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a vágóasztalon. Nyomassunk neki egy Shadow Void. Menj már, hogy ez csak ilyen kicsit sebez. Azt mertem feltételezni, hogy azért egy... Hát jó, csak level 40-re van kimaxolva a Giratina, hogy annak kicsit a Shadow Ball-ja valahogy
Embörösebb lesz. Mindegy, hát el vagyunk itt, érted? Lepötyögtetjük a HP-ját. Egy Confusion azért az Mórisra tanította, itt ennek a Nidokingnek is. Adunk egy Psy Strike-ot, szerintem az gyorsan kifekszik tőle. Az azért viszonylag harapós. Ugye a level 50 Best Buddy Shiny Mewtwo az... Az ott van a szeren. Hát Registeelünknek mit adjunk? Egy Shadow Bolt. Megnézzük, hogy hogy harapja. Aztán, hogyha nem nagyon harapja, akkor előhozzuk a... A szó Burnit nem tudjuk előhozni. Most megvédjük a Mewtwo-t, vagy ne? Meg kellett volna! Jó, hát ezzel csak felépítünk egy Flamethrower-t, aztán... Ennyike volt. Imádom a fire támadásokat, azokat a legkönnyebb. Csak így lerakod az újjelet a közepére, aztán jönnek a tüzecskék, elkapod. Csatt! Vége is, köszönjük szépen, szavar Jovesz. Defeat. Jó, ezt a beállást azonnal meg kell változtatni, már kezd idegesíteni. Oké. Okay. Itt a Shadow Registry. Láttam olyan csúnya példányokat. Nagyon gázakat kaptak sokan. Nem mintha hasznos lenne valamire, valószínűleg nem. Nézzük, hogy milyen IV-val kaptuk meg a kicsikét. Bátya, nagyon csinos vagy. Frustration, hát én is kicsit frusztrált vagyok ettől az IV-tól. Jó, nem, aztán itt meg dübörög ezerrel a Pidgey Community Day, vagy óra, Pidgey óra van. Gyerekek, ez a tényleg a legeslegjobb. Ez a 24x7 kecsővel valahova le van dobva kint, és akkor konnektálódna is, hogyha a Bluetooth-on nem volna bebagolva. Már annyi eszköz használtam, hogy most ezt nem veszi be. Nem baj, mindjárt rácsatlakoztatjuk, csak előtte akkor nézzük meg, hogy mi van most a boxunkba. Mert ezt elfelejtettem, nagyon elfelejtettem kinyitni. A tegnap előtt kellett volna. De nem már, hogy ez a bolhárka. Hát ez igazi különleges specialitásra készültem ma nektek, bolhás kutya. Ebből van amúgy shiny. Nem akarok flexálni, de érted. Na gyere. Azaz. Kösz. Jó. Hát ez csúnya. Ja, nem is mutattam a lényeget. Baby Yodás póló! Nagyon cuki. Csak úgy szerettem volna szólni, hogy a Baby Yodás póló unlocked. Nagyon komoly. És a Dustunk is egész jól áll. No, gyerekek, hát igazából akkor ennyi lett volna ez a videó. Így is nagyon elhúzódott. Fészen akkor csekkoljátok, majd osztom az észt, hogy mikor lesz a gép összerakós live, gyertek páran. Lesz majd Raid óra live is mindenképp. Mindenképp lesznek. Hogyha értelmezhető poké jön, vagy amiből kell a sálni. De lehet akkor is lesz, mikor valami idióta poké lesz, csak hogy valami pörögjön valami live is. Sőt, a YouTube-on megcsináltam azt is, hogy lehet ilyen csatornatagnak csatlakozni. Van itt valahol alul egy gomb. Ilyen pár száz forintért beállítottam, mert ilyen alapösszeget be kell állítani, van több lépcső, ott lehet csatlakozni, és beállítottam nagyon menő jelvényt is, hogy aki csatlakozik, az kap a neve mellé a chatbe egy jelvényt. Pokis jelvényt állítottam be, hogyha jól emlékszem, az első jelvény, az első hónapban, az a szikla jelvény lesz, amit Brock adott Ashnek még az elején. Jól emlékszem, azt raktam be. A következő az a víz lesz, amit a Misty egy tesójától nyert el, az a második hónaptól van. Tényleg valami izé, valami apróság. Azt csekkoljátok le esetleg, hogyha úgy van. Nos, gyerekek, akkor ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Nagyon örülök, hogy visszatértem.
Nagyon jó lesz, nagyon penge lesz minden. Hamarosan találkozunk. Következő akkor a gép összerakós live-ban leszek itt, bepakolva, az még egy jó menet lesz, az tényleg egy-két óra alatt összedobjuk a dolgot, dumálgatunk egyet, el leszünk, lehetséges, hogy ezt ilyen péntek délutánra kéne nyomatni. Majd mi meglátjuk. Hamarosan akkor találkozunk, addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!